Gyula képviselő úr, az MSZP részéről nemzeti hulladék címmel. Képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt házhölgyeim és uraim! Hála a nagy vezetőnek, magyar és nemzetközi szólásmondásokkal tudjuk a közbeszédünket ékesíteni, és a parlamenti hozzászólásokat is. Azt szeretném önöknek mondani, nem tudom onnan, azokból a padsorokból, hogyan, miképpen látszik a világ, de azt szeretném mondani, hogy ami szemétszállítás ügyben történt, hogy ezen a lovon nemhogy lovagolni nem lehet, hanem ez a ló, ez megdöglött. És az lenne a legfontosabb, hogy lehetőség szerint ne is próbálják vonszolni egyik oldalról a másikra, hanem az lenne a legszerencsésebb és a leghelyesebb, hogyha viszonylag gyorsan eltüntetnék az útról, mielőtt sokkal nagyobb bajt okoz. Beszédes és tanulságos az, hogy 2016. április 1-én történt mindez. Akkor kezdődött ez a folyamat. Mondhatnánk azt, hogy ez áprilisi tréfa volt. Kicsit jól sikerült, ha ezt tréfának szánták a magyar embereknek, ugyanis itt vagyunk, és mindenki elszenvedi ezt az áprilisi tréfának induló nemzeti szemetet, mert nem szeretném ezt semmiképpen sem koordinációnak, és semmiképpen nem szeretném gazdálkodásnak nevezni. Nagyon fontos dolog az, szerintem a politikában, hogy lehessen és legyenek kulturált politikai viták. Nem állítom, hogy ebben a házban ennek most 2018-ban van helye és terepe. De igenis azt gondolom, hogy egyszer majd eljön egy olyan normális világ, amikor egyházról, határon túli magyarságról, Európáról, különböző filozófiai kérdésekről lehet kultúrát és normális vitát folytatni. Egy dolog szükséges ehhez, túl a politikai kultúrán, ami most nyilván hibázik. Az, hogy mindeközben az állam és a szolgáltatás működjön. Mert akkor, amikor egy országban a közszolgáltatások nem működnek, az azt jelenti, hogy baj van. Az azt jelenti, hogy háborús helyzet van. És a közszolgáltatások közül a víz, a villany, a csatorna és a szemét az egyik legfontosabb, amit pontosan tudjuk, hogy a mindennapjainkat teljes egészében áthatja. Nincs olyan, hogy jobboldali vagy baloldali szemét. Nincs olyan, hogy liberális vagy konzervatív. Nincs olyan, hogy keresztény vagy ateista, Európa barát vagy nem Európa barát. Ahol szemét van, ott nem lehet az embereknek élni, ott egyéb más dolgok is megtörténnek abban az országban. Itt vagyunk, tehát 2016. április 1-e óta 2,5 esztendő telt el, egy igazi NER sikersztorival állunk szembe. Egy igazi NER sikersztori 2 esztendő alatt sikerült 20 milliárd forint veszteséget felhalmozniuk. Ahogy hallottuk a miniszter sajtótájékoztatóját, a kormányinfót, egy ilyen nagyon elegáns, talán több 10 milliárdra lesz még szükség, mondat hangzott el a újságírói kérdés kapcsán. Tudunk arról, hogy 1 milliárd forintos szoftvert rendeltek a számlázásra, amelyik nem működik, mindenki tud történeteket mesélni erről. Az álszámadásokat nem tudták időben leadni, az állami számvevőszék törvénysértéseket állapított meg a gazdálkodásában, és mindeközben a behajtást több milliárd forintért még kiszervezték. Mi fog itt történni? Egy picit gondolkozzunk el ezen, és egy picit próbáljuk meg egy eszmefuttatást végigvinni. Én azt gondolom, az én korosztályom, de lehet, hogy vannak nálam idősebbek a teremben, de a fiatalabbak mindenképpen eddig ilyet még csak filmekben láttak. Eddig ilyet még csak filmekben láttak, hogy az utcákon gyűlik a szemét, és a szemét kapcsán milyen egyéb más közegészségügyi problémák jelennek meg. Az én filmélményeim többsége az ahhoz kötődik, hogy Nápolyban ilyen történik. Ott azt mondták, akkoriban, hogy a maffia miatt van, itt Magyarországon a kormány miatt történik ugyanez. De végigmondva a mondatot, arra is gondolhatunk, hogy talán ebben nincs is olyan nagy különbség. Volt itt egy rendszer Magyarországon, amelyik többé-kevésbé működött jó-rosszul, ezt nyilván nem tisztünk most megítélni. Ez, ami most van, ez biztosan nem működik. Az a kérésem, hogy gondolják ezt végig, fontolják meg, nem bizottságosdik el, nem katasztrófavédelem, ugye önök se gondolják komolyan, hogy ez egy tartós és végleges megoldása lehet ennek a problémának. Az tehát egyértelműen az álláspontunk és a javaslatunk. Szüntessék meg, számolják fel a nemzeti szemét, ZRT-t, térítsék meg a károkat a vállalkozóknak és az önkormányzatoknak, adják vissza ezt a feladatot a települési önkormányzatoknak, vagy azok társulásainak. Ez a mi javaslatunk, ezt várjuk el önöktől. Addig, amíg ez nem történik meg, folytatjuk mindenhol, minden formában a tiltakozást, és a jelszavunk pedig egyértelműen az,
tisztítsuk meg hazánkat, takarítsuk el a szemetet. Köszönöm szépen. Válaszadásra Cseresnyés Péter államtitkár úrnak adom meg a szót. Szépen elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Először is szeretném leszögezni.